Magyar labdarúgó mesterhármasa Chelsea ellen idegenben, magyar labdarúgó vezeti a BL góllövő listáját 7 találattal, úgyhogy tegyük ezt mindjárt nőnembe. A Wolfsburgban focizó Jakafi Zsanetta a nemzetközi sorozat 8-ad döntőjének első meccsén 4-szer talált a kapuba, a válogatottba is visszatért Zsanit kapcsoljuk most. Szia, jó reggelt kívánok! Sziasztok, jó reggelt! Na most ugye 3 a Chelsea-nek, 4 az Eskilstunának. Utóbbi csapat nevét azt gondolom, hogy álmodból felkeltve is megtanultad, igaz? Igen, mindenképpen. Nehéz kimondani, de megtanultam mindenképpen, igen. Igen, ilyenkor ez egy jó módszer, hogyha nehéz egy ellenfél nevét kimondani, akkor rúgni kell 4-et nekik, mert akkor biztos, hogy eszedbe jut, nem? Minél emlékezetesébb tenni a meccset, igaz? Ja, akkor lehet. Na most elégedett vagy azt gondolom a formáddal, erre nem lehet mást válaszolni. Hogyan állunk a sérülésekkel? Lekopoghatjuk, hogy mostanában már elkerülnek? Ne is kopogom el ilyenbe, tényleg nagyon, nagyon bele tudok esni sajnos. Igazából szerintem úgy érzem, hogy most fizikailag is, meg agyilag is egy tényleg jó formában vagyok. Nyilván ehhez kellett ugye sok időm a sérüléseim után, hogy ugye vissza tudjak jutni ugyanarra a szintre, amin ugye előtte voltunk. De úgy érzem, hogy sikerült, és remélem, hogy ez így menni fog tovább is, és hogy minél tovább sérülésmentesen tudok maradni. Na most azt mondnak, hogy Wolfsburgban hogyan álltak hozzád a nehéz időszakokban, tehát hogy nézett ki a türelem, amit azért kellett tanúsítani irántad, hogy visszanyerd a formádat. Igen, igazából nagyon sok támogatást kaptam a csapattól, mind ugye a rehabilitáció szinten, csapattársaim, ugye bárkit felhívhattam, bárkire számíthattam, legjobb barátom ugye is a csapatban játszik. Ilyen téren tényleg megkaptam mindent, amit egy játékos megkaphat, viszont ezekben az időkben ugye az ember ezt nem észleli, és nem veszi észre, hogy mennyi mindent kap, ami tényleg csak az segíti, hogy az ember felépüljön. Nekem nagyon sokat számított az is, hogy ugye volt olyan nyár, és hát egy olyan év, ahol nem is tudtam hazamenni, ugye a sérülés miatt, akkor ugye vizsgáztam az iskolába, hogy igazából nagyon sok olyan dolog ugye összejött, ami amúgy is az embernek a lelki világát úgymond egy kicsit megnyomja, viszont úgy érzem, hogy ez kell ahhoz is, hogy az ember tényleg fejlődjön, agyilag is, meg tényleg, hogy erősödjön, és úgy érzem, hogy ez nagyon jó, hogy ez így történt, igazából nem bántam meg semmit. Jó, nyilván a fájdalmakat nem szeretném újra átélni, de szerintem teljesen új játékos lett belőlem, és új ember is. Zsanett, a 7 Bajnokok Ligája gólból melyik a kedvenced? Igazából szerintem a legelső, amit a Chelsea-nek rúgtam. Hát akkor az valószínűleg egy ilyen áttörést is jelentett számodra, nem? Hogy elindult a gólgyártás. Igen, viszont ez nem csak ott indult el, én ugye előtte már a válogatottban is, hála jó Istennek, megtaláltam a góllövő cipőt, aztán a Bundesliga-ban is. Igen. Igen, előtte ugye a Duisburgban, jó, nyilván azért egy német Bundesliga teljesen más, vagy az ember nem rúg 4-5 gólokat egy meccsen. Igen, Duisburg ellen is, most ugye a Gladbach ellen is, úgyhogy hála jó Istennek, hogy ez megy, de ezért nem is akarok annyira nagyon sokat beszélni róla, mert minél nagyobb lesz akkor a nyomás, úgy érzem. Viszont azt mondd meg, hogy miután ezt már szóba hoztad, a német bajnokságban öldöklő küzdelem várható az elsőségért. Melyik trófeát nehezebb megszerezni? A Bajnokok Ligáját, vagy a Bundesliga elsőséget? Szerintem a Bundesliga elsőséget, mert ugye a Bajnokok Ligájában összekerülhet az ember olyan csapatokkal is, akiknek ugye a nevét meg is el lehet mondani. Igen. A német Bundesliga viszont tényleg olyan, hogy itt az utolsó csapat ellen is ugye 2-1-re nyertünk csak, és minden csapat megszenved ellenük. Pont ezért nagyon jó ugye a bajnokság, és ezért ugye teljesen kijön, hogy mennyivel jobbak vagyunk, mint egy angol bajnokság, vagy egy svéd bajnokság. A klubnál a célkitűzés a BL-ben azok után, hogy az elmúlt 2 szezonban nem értetek a csúcsra, most kimondottan a visszatérés a 2013-14-es eredményekhez és szintre?
Nyilván ez mindig ugye egy cél, főleg a csapat olyan kerettel rendelkezik, mint mi, mert igazából minket már tényleg csak a kupákon mérnek, szóval hogy szerintem az senkit nem izgat már, hogyha mi másodikak leszünk. Ez egy ilyen teljesen ilyen alap dolog lett, úgymond. Viszont nekünk játékosunknak is ugye mindenképp fontosabb az, hogy megnyerjük a bajnokságot. Szerintem ez a legelső célkitűzés, és bármi, ami még hozzájön, az egy plusz. Hogy fog kinézni, akkor nézzük a bajnokságot a Bundesligában, jelenleg az ötödik helyen álltok, de még semmi sem dőlt el. Hogy fog kinézni az esélyesek véghajrája? Te mire számítasz? Igazából ez, én nagyon megmondom, nem tudom, mert mint a Potsdam, mint a Bayern, a Frankfurt, a Freiburg, mi Essen, szóval hat olyan csapat van, akit tényleg elől látok, viszont nem tudom megmondani a sorrendet, a második helytől elsők, ugye nyilván mi leszünk, remélhetőleg. Viszont szerintem tényleg nagy csata lesz, mert a Potsdam most nagyon jó formában van. Bayern München egy kicsit úgy, ahogy mi is, ugye, mert nekünk azért az a háromszoros terhelés, kupa, bajnokok ligája, sok utazás, akkor még a bajnokság hozzá válogatott. Szerintem ez azért elég nagy terhelés, akkor is, ha egy csapat 25 emberből áll. Az Essen az ugye elég meglepetés csapat lett most, viszont ők is teljesen stabilizálódtak, Frankfurttal mindig lehet tartani, és a Freiburg ez tényleg egy nagyon jó csapat lett, és évről évre nagyon sokat fejlődtek, úgyhogy nagyon nehéz megmondani azt, hogy tényleg a végén ki az, aki első lesz, lesz meglepetés is. Viszont nekünk most ugye télen még decemberben lesz Essen ellen is meccsünk, meg Freiburg ellen is meccsünk, és úgy érzem, ha ezeket a meccseket be tudjuk húzni, akkor nekünk elég jó esélyünk van arra, hogy tényleg kedvező pozícióból várjuk a következő évet. Na most lesz, ami lesz, mondhatjuk, hogy te hűséges fajta vagy, szóval jól érezzed magad Wolfsburgban, még az is lehet, hogy innen már nem is nagyon vágyakoznál el más csapatba? Igazából igen, hűséges típus vagyok, mert én itt ugye megtaláltam tényleg azt az életszínvonalat, ami nekem fontos, és mindig is azt mondtam, hogy én mindenképpen szeretnék még bajnokok ligája döntőben játszani, és esetleg megnyerni, és csak a Wolfsburg színeiben. Na most téged még soha nem környékeztek ott meg német állampolgársággal, és persze azzal jó, most már magyar válogatott vagy folyamatosan, de hogy valahogy mégiscsak ki kéne szedni téged a magyar csapatból. Ha lett is volna ilyenre lehetőség, vagyis kérés, én nem tudok róla, mert ugye nekem ugye a menedzserem nagyon sok mindent ugye elvállal, és ő maga ezeket a dolgokat intézi. Nyilván egy-két vicc volt már erről, viszont nekem ez tényleg szóba se került. Tehát nyilvánvaló, hogy nem tudnám feladni az állampolgárságot. És hát az állampolgárságot még igen, de én nem tudnék másik válogatottnak játszani csak azért, mert ők sikeresebbek. És ezt nem csak azért mondom, mert jól hangzik, hanem azért, mert én úgy érzem, hogy én Magyarországról jöttem, nekem ez az ország nagyon sokat adott ahhoz, hogy elérjem azt, amit eddig elértem, és ennyivel kötelességem tényleg tartozni, úgymond, hogy a magyar válogatottban játszom, viszont ezt nem csak kötelességnek érzem, szóval nem csak azért csinálom, mert muszáj, hanem azért, mert tényleg nálunk is elkezdődött egy olyan folyamat, ami tényleg nagyon jó úton halad ahhoz, hogy talán 10 év múlva nagyon erős válogatottak lehessünk. Jó, addigra már 36 éves leszek, valószínűleg már nem játszom, viszont szeretnék mindenképpen annak a csapatnak a tagja lenni, akik elindítottak valamit. Igen, és ezzel kapcsolatban ugye azért azt jegyezzük meg, a németek ellen a nagy vereség után megtörtént a tisztes helytállás is egy 1-0-al. Ott voltatok nem olyan távol, hogy kijussatok az EB-re. Mit gondolsz, az az idő, hogy egy válogatott nagyot dobjon, tehát oda jusson egy világversenyre, az a világbajnokságra való kijutásnál már egy elérhető cél lesz? Szerintem a cél eddig is elérhető volt, mert megvannak tényleg azok a játékosaink, megvan az a technikai bázis, úgymond, ami erre a szintre kell, és minden csapat azt mondta, hogy mi technikailag tényleg nagyon jók vagyunk, csak hát hamar ugye elfáradunk, 60. perc, 70. perc. Szerintem már ebben is fejlődtünk, főleg, hogyha a németek elleni visszavágóra gondolok, vagy az oroszok elleni meccsre,
Viszont nálunk még nagyon sok minden fejben dől el. Szóval, ha belegondolok, hogy egy ukrán csapatot most barátságos meccsen 4-0-ra vertünk, viszont nagyon kíváncsi lennék arra, mi van, amikor tétje lenne ennek az egésznek. Szóval, hogy tényleg agyilag, fejben annyira sok minden dől el, és kíváncsi lennék arra tényleg, hogy elég érett ehhez a csapat, hogy tényleg tudjuk helyén kezelni, oké, jobbak vagyunk, rosszabbak vagyunk, esetleg ugyanolyan szinten vagyunk, viszont most EB-selejtezőt játszunk, na akkor verjük meg őket. Tehát ez egy ilyen teljesen más dolog, ugye egy barátságos meccsen, ugye igazából mindegy, hogy mi történik, alapon játszani, mint tényleg, amikor tét meccs van, és kell a 3 pont. Tehát szerintem nekünk nagyon sokat kell még fejben fejlődni. Zsani, minden esetre neked akkor további sok találatot. Hát akkor legközelebb a Freiburgnak 4 dugót, jó? Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia! Sziasztok!